Zene és énekszó szűrődött ki a Mohácsi Táncsics Mihály utcából. Itt egy egykori sokac lakóházat alakítottak át modern kiállítótérré. A megnyitó ünnepségen elhangzott, a felújítás Európai Uniós pályázat keretében valósulhatott meg, melyben a Dunamenti Város és a horvátországi Csepin település vettek részt. Szekó József polgármester hangsúlyozta, mindkét nemzet számára fontos a hagyományok megfelelő ápolása. Nem csak arról van szó, hogy itt az épületben modern informatikai eszközökkel, eszközök segítségével és interaktív elemekkel bemutatjuk a régi sokac hagyományokat, népszokásokat, főzési, öltözködési szokásokat, ünnepi szokásokat, hanem maga az ingatlan is a régi sokac ház jellegét megőrizte. Az Interreg programnak köszönhetően Mohács partner településén is történtek felújítások. Ezekről számolt be Csepin polgármestere. Településünkön már februárban befejeződött a kultúrház felújítása. Egy 600 négyzetméteres teret alakítottunk ki, melyet a jelenleg 130 tagot számláló helyi hagyományőrző egyesület használhat. Egy olyan új technikával felszerelt központi terem is létesül, ahol a jövőben próbákat és különböző fellépéseket is tarthatnak. A Mohácsi Sokacház tervezése, illetve kivitelezése során nagy szerepet kapott a Mohácsi Sokacok olvasóköre. Bobreg István, a köre elnöke elmondta, az első teremben hagyományos népi hangszerekkel ismerkedhetnek meg a látogatók. Az interaktív eszközök segítségével nem csak a kinézetet láthatják az érdeklődők, hanem akár egy teljes zenekart is összeállíthatnak a hangzások alapján. A másik teremben pedig idővonal létezik, ahol a sokacok Magyarországra jövetelétől a mai napig az egész történelem régi képekkel illusztrálva megjelenik. Az olvasókör története is ez mellett. Egy harmadik teremben sokac néptáncot is tanulhatnak a látogatók, de akár népi viseletbe is öltöztethetik magukat a technika segítségével. A kiállítótér létrejöttét Dragó Horváth, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja is üdvözölte. Az olvasókör már a létezésével is megalapozta a Mohácsi Horvátság jövőjét. Magyarország után 9 évvel Horvátország is csatlakozott az Európai Unióhoz. Nekünk befizető tagállamok számára fontos, hogy a befizetett eszközökből némi visszacsöpegjen, és megpróbáljuk hasznosan felhasználni ezeket az uniós forrásokat. A Mohácsi és a Csepini felújítások mind 2017-ben kezdődtek, mikor a két település elnyerte a pályázatot. Ezen fejlesztésekre közel 1 millió eurót biztosított a program.